Ez egy jó kedélyű kép. Én is érzem, hogy a szerelemnek ezt az oldalát csak értetni lehet. Kiáltó diszonancia. Egy festmény, amelyen egymásnak feszülnek az érzelmek. Egyszerre van jelen a szerelem és a vágy, a józanság és a kimértség. A Szépművészeti Múzeumban látható Bronzino, Vénusz, Ámor és a Féltékenység című festménye, melynek érzelmei szinte lelépnek a vászorról. Angelo Bronzino 1550 körül festette ezt a képet, amikor már az érett reneszánszt felváltotta a manierizmus időszaka. Ez egy olyan kifinomult stílus volt, ami meghaladva a klasszikus reneszánsz eszméket, egy zaklatottabb, szélsőségekre hajlamosabb irányzat volt. A festmény főszereplői Ámor, a szerelem istene, és Vénusz, a szépség és szerelem istennője. Abból, hogy Ámor felemeli a nyilát és az íját, illetve hogy mélyen Vénusznak a szemébe néz, illetve azáltal, hogy azt látjuk, hogy Vénusz a kezében lévő nyilat egy igen sejtelmes mozdulattal maga felé irányítja. Mindezekből a motivumokból arra következtethetünk, hogy a képnek a témája Vénusz szerelembe esése, a szerelemnek a diadala, és egyben a szerelmi boldogságnak a dicsőítése. A festmény jobb felső sarkában megjelenik Vénusz szent virága, a rózsa, ami szintén a boldogság szimbóluma. A képen a főszereplők mellett további alakokat láthatunk, akik egytől egyig allegóriák. A koszorú, illetve ezeknek a játékos puttóknak a jelenléte a szerelmi boldogság üzenetét közvetíti a néző felé. Az egyik puttó lábával egy szatírszerű maszkon tibor. Ez a maszk a becsapás és az álnokságnak a szimbóluma. Ilyen negatív érzéseknek nincsen helye a szerelmi boldogság között. Van még egy alak, a festmény harmadik címszereplője, és akit talán a legtöbben személyesen is ismerünk. Ő nem más, mint a féltékenység. A szájából kígyó jön elő, amely a gonosz ártó szavakat szimbolizálja. A kezében pedig egy törött kardot tart, ami a legyőzöttségét jelenti a festményen. Hasonló módon a szerelmi boldogság láttán a féltékenység megfutamodik. Középkor óta ez egy jellemző része volt a művészetnek, hogy elvont fogalmakat és nehezen megfogalmazható dolgokat emberi testtel lássanak el. Bronzino karakteres, elegáns, hideg stílusa a képen szereplő alakokon is tetten érhető. A festményen látható egészen előtérben lévő mesztelen testek inkább hasonlítanak szobrokra. Így azok láttán nem az érzékiség és a szenvedély jut eszünkbe, amelyet ugye a szerelem érzésével összekapcsolunk, hanem a tökéletes szépség. Ezáltal pedig a szerelem érzése eszményi magasságokba emelkedik, és egy plátói vonzatot kap.